Sziasztok! Én zeneszerző vagyok, és ebben a videóban a Magyar Geogeszter közösség több tagját fogom megszólaltatni, hogy AI által generált képekből próbálják meg meghatározni, hogy milyen országban vannak. Lássuk, hogy hogy ment nekik. Hello, hello! Aleó! Hello! Hello, hello! Yeah. Ezzel talán arra tudok következtetni, hogy unofficial coverage-et fogunk látni rendszámok nélkül, a rendszámok kitakarása miatt nyilvánvalóan. Na, majdnem. Hát nem teljesen unofficial coverage-et, hanem konkrétan AI által generált képeket fogsz majd látni. És az AI az ezt a képet adta vissza, amikor azt kértem, hogy adjon egy olyan Google autót, aminek a tetején kamera van. Jó, szóval akkor szíthatom az AI-t. Ez az! Készen állunk, adjuk neki. Kezdhetjük, vágjunk bele. Sok sikert! Az összes utasítás Road in országnév volt. Hát akkor ez egyértelműen USA, azokkal a hegyekkel, ami valószínűen Colorado magasságában van. Ugye dupla sárga vonalaink vannak, ami először ugye nyilvánvalóan az amerikai kontinensre visz. Itt ezzel a hatalmas vörös heggyel szembe találkozva, hogy az első két ötletem az vagy az USA, vagy Argentína lett volna. Gondolom az ilyen Utahnak néz ki így első ránézésre, és a duplaság, a középső vonal, meg a külső fehér vonal az timmel. Igen, ott az a hegy konkrétan, ami meg nyilván ott a dupla sárga középvonal miatt mondanák nék erre egy Amerikát. Oké, sárga középső vonal, ez, plusz ezek a sziklák nekem nagyon Grand Canyon, Colorado, Utah, tehát akkor megyünk egy USA-t. Szerintem inkább az USA-nál maradok, így valahol ott Utah, Colorado környékén. Helyes. Szép ennyi volt. Na. Egyet eltaláltunk. Üres kézzel már nem mész haza, látod. Ono, ez egy fokkal nehezebb. Itt szerintem Európában vagyunk. Hát ezzel a kinézettel, meg a roadline-okkal én nekem a Lengyelország mint lehetőség az felmerült. Úgyhogy lenne egy Ballard a út szélén, de nem igazán tudom hova tenni. Meg ez a Mount Ballard, ez elég érdekesnek néz ki. De azt mondjuk, ha AI generálta, akkor tudom, hogy mennyire szabad benne megbízni. Itt a közelben, mintha valamilyen Ballardot látnánk, de ott az nem tudom, hogy az AI-nak egy ilyen kis próbálkozása lenne ezekkel. Talán még a balti országok is játszanak, úgyhogy most nem vagyok benne teljesen biztos, hogy mindenképpen valamilyen Észak-Európában gondolkodok. Egy kicsit ilyen hidegebbnek érzem. Abba biztos vagyok, hogy ez valamelyik északi ország. És azon gondolkodok, hogy melyik. Európán belül biztos, hogy nem adtál meg második körbe ilyen Baltikot. Pedig nagyon Baltik vibe-ja van. Most nem tudom, hogy bepróbálkozzak-e valami baltival, szerintem maradni fogok a Lengyelországnál. Mondjuk az lehet kicsit tombos. Mindegy, legyen lengyel. Maradjunk a Lengyelországban, meg az volt az első tippünk, és a dupla pályát az inkább lengyel nekem, mint bármelyik másik ország, ami nézhet így ki. Legyen Svédország. Akkor Finnország, nem tudom. Jelöljük meg. Legyen Oroszország. Lettország volt. A legdombosabb lett location ever. Itt én nagyon impressz voltam, hogy ott a hátul van még egy ilyen áoszlop is amúgy. Ó, azt nem vettem észre, azt hittem, hogy ez egy fa. Lehet, hogy ez egy fa, és így sikerült. Egyébként Lengyelországban is van áoszlop, szóval nem zárta volna ki nagyon. Igen. Jó, megvolt a vibe azért. Jó, hát ezek után már mindenre fel vagyok készülve. Ilyen szavanna vibe-ot ad ez nekem. Szóval így első gondolat az Dél-Afrika. Tehát nagyon mellé van. Kaphatok egy iránytűt esetleg? Nem. Okay. Ezt próbált megért. Ha látnék egy darab kaktuszt kapásból, megmondanám, hogy ez Mexikó. Ölem akár lehet Dél-Afrika is. Egyből Dél-Afrika, ami beugrott, a másik pedig Ausztrália. Talán itt az útmenti ilyen sárga kis füves növényzettel inkább Dél-Afrikára hajolnék.
Ez nem Európa. Ellenben Dél-Afrika és Ausztrália között gondolkodok. Esetleg még Brazil, mert Red Dirt van. Ezzel a földdel még akár Brazíliát is el tudom képzelni. Brazília volt az első vibe-om, de ott az alsó növények miatt nem vagyok benne teljesen biztos. Egyébként a longgrass miatt eszembe jutott Eswatini. De egyébként a Brazília szerintem az egész jó vörösföld miatt. Szóval jelöljük meg Brazíliát. Én azt mondom, hogy Mexikó. 5 másodperc, maradjunk a nagyobbnál, inkább legyen Dél-Afrika. Erre én azt mondanám, hogy ez Dél-Afrika. Végső válasz megjelölöm, vágó úr. Talán még Kenya is egyébként benne lehet. Nekem valahogy nagyon afrikai néz ki. Talán még dél-amerikai, valamelyik országa is működhet, de... Hát, nem tudom én, Dél-Afrikát megyek el. Megjelöljük a Dél-Afrikát? Aha. Kenya volt. Te voltál az egyetlen eddig, aki említette. Mennyire látod benne Kenyát amúgy? El tudom képzelni. Ilyen kietlenebb helyen. Szerintem simán elhihető. A föld az nagyon jól megy hozzá, a növényzetet pedig el tudom hinni, hogy van ilyen része Kenyának. Ez szép. Hát ez gyönyörű. Földközi tenger partján vagyunk. Szerintem. Ha ez egy faoszlop, akkor ez lehet Görögország, lehet tőlem Horvátország. Azon belül, hogy szép faoszlopok vannak, bár az AI-nak nem tudom mennyire lehet hinni, de ez nagyon görögös. Görögön kívül maximum még Horvátországot tudom erre elképzelni. Az első benyomás azzal a faoszloppal Görögország volt, meg nyilván ezzel a mediterránnak kinéző lencképpel. Nagyon ilyen erős Montenegro vibe van itt most nekem. Nem tudom, hogy itt felfelé fordítod a kamerát, akkor lehet, hogy mint egy portát, de nem tartom valószínűleg, hogy megteszed nekem. Olaszország egyértelmű számomra. Sok ilyen fából készült elemkézeti port látunk, ami inkább Görögország, ha bár szerintem Montenegrónál is működik. Szóba jöhet még, hát gyakorlatilag bármilyen más mediterrán ország, akár Spanyolország, Portugália, Törökországot is el tudnám képzelni, de így ezzel a faoszloppal az első benyomásom tényleg Görögország volt. Ha lenne dupla fehér vonal, akkor magabiztosabban mondanám azt, hogy görög, de nem, akkor is inkább a görög mellett kell maradjak. Hova menjünk? Tipikus mediterrán lottó. Az első megérzésem Olaszország volt, de arról lebeszélem magam, és inkább mondok egy Görögországot. Egyébként megjelölhetjük, aztán lehet. Ennyi? 5 másodperc? Át se gondolod? Át se gondolom, nyomjuk meg. Hát hiába, le se tagadhatnád a generációdat. Pörgessük tovább azonnal, hogy már a következő videót nézni. Hát jelöljük meg Montenegrót. Nem tudom már leküzdeni ezt a görög ötletet, szerintem magamról így hírjesen, az ugatba, úgyhogy jelöljük szerintem. Nagyon helyes, szép volt. Jó. Dél-Kelet-Ázsiában járunk. Oké, ázsiai vibe-on van úgy egyből. El tudok képzelni Bangladestől, elkezdve Tájföldön át, lapos Fülöp-szigetek, lapos Indonézia. A három országon gondolkodok egyébként, hogy ez melyik lehet. Indonézia, Malajzia vagy Tájföld. Olyan, mint hogyha a jobb oldalon mennénk, pedig ez tényleg hasonlít Bangladesre. Na erről egyből Banglades. Szinte csak így első ránézésre valamiért ezek így a fák így felsorakoztatva az út mentén, meg a két oldali rizsföldekkel nekem egyből egy ilyen bangladesi kört adott át. Nem tudom, hogy Banglades volt az első gondolat. A út melletti nagyon, nem tudom, közel lévő fák, azok itt olyan vibe-okat adnak. Lehet akár Sri Lanka is, és Lókem. Genforban, de szerintem túl sokat várok el a mesterséges intelligenciától. Nem tudom, hogy ott, amit generált, azok felénk jönnek-e, és akkor hihetek-e annak, hogy melyik irányba mennek? Azt próbálom kitalálni, hogy ott az az úriember, az egy motorozó úriember a jobb oldalon, vagy csak egy kosz. Csak zavar, hogy mintha jobb oldalt mennének az emberek. Hát nem tudom, itt a út mellett, így közel lévő, talán az rizsföld, vagy
csak lát, vagy nem tudom, hogy mi. Ez nekem nagyon ilyen Banglades érzést adott, hogy emiatt talán jelöljük meg Bangladest, és reménykedek abban, hogy átlát. De egyébként nekem az indó tip az egészen tetszik. Szóval Indonézia az jó lesz. Ám még mi lehet szó, talán Indonézia, mondjuk ott látnánk hegyeket. Szerintem nem tudom magamról megint Banglades ötletét így lekoparni, és itt a fákkal az út mentén nagyon tetszik, szóval megjelölném. De nem, ez egy az egyben egy geogeszteres Banglades rand. Úgyhogy Banglades jelölök. Legelső megérzésem Banglades volt, legyen Banglades. Jó! Jó. Itt még ez az ilyen fura zöld színű szaturációs hiba, és én úgy emlékszem, hogy ez Bangladesben amúgy van. Mm-hmm. Hát úgyhogy... és a smognak a nyilván aha. Ez az egy kicsit szürkébb átütése, úgyhogy talán még azt is jól csinálta az AI. Back to Africa. Vagy ez lesz Ausztrália, de nem. Én bízok az AI-ba, hogy tudja, hogy ott nem sárga molnál van középen. Ausztrália. Ennyi? Ennyi. Semmi egyéb gondolat? Semmi. Én valamiért az amerikai kontinenst preferálnám. Valahol az amerikai kontinens sem leszünk szerintem. Az egy kicsit összezavart, mert a landscape most megint ilyen Dél-Afrika környékére, ilyen Eswatini, Botswanára húzna, viszont sárga középső vonalakkal az már nem annyira tetszik, csak kérdés, hogy mennyire fogok ezeknek hinni. Talán Dél-Amerikát is ki tudom zárni ezzel a növényzettel, úgyhogy maradt tényleg az Afrika. Afrikán belül Kenyát kizárom. Annyira nem lesz gonosz, hogy kétszer rakod bele. Talán még a másik ötlet így a sárga vonalakkal Brazília vagy Argentína volt, talán a Tocantins környékén, vagy egy szárazabb brazil vagy szárazabb argentin körrel. Észak-Brazil fér bele, talán Észak-Kolumbia, vagy esetleg Mexikó. Lehet tőlem Mexikón elkezdve Argentina, esetleg Brazíliának egy ilyenebb része. Amúgy, amit még el tudok képzelni, hogy ott megpróbál talán dél-afrikai roadline-okat csinálni. Nagyon vacilálok, legyen Dél-Afrika megint. Dél-Afrikán kívül milyen ország van még? Nigéria? Nem hasonlít Nigériára. Ez lesz a Dél-Afrika. Ha mondjuk esetleg behoznám Afrikát a beszélgetésbe, akkor nem is tudom, hogy mit mondanék. Inkább ezt nem teszem. Legyen Mexikó. Legyen Mexikó. Hát igen, gonosz voltam. Szomszédos Botswana volt. Ó, hát az egy picit sok volt a növényzet. Igen, amúgy, igen. Viszont a fehér ilyen szín, hát nem tudom, hogy ez homokeit alul, vagy micsoda, de az úgy stimmel. Csak igen, sok a növény, egy kicsit meg hát a vonalak teljesen rosszak. Nem, soha. Botswanát soha nem mondom erre. Lehet, hogy torzít egyébként az, hogy a Street View milyen coverage van Botswanáról, mert lehet, hogy vannak olyan időszakok, amikor a zöldebb részeken ilyen zöld, de mondjuk a fű az oké. Legalább a környék megvolt. Jó, hát ezt lehet be se kéne rakni a videóba, szóval hogy ez 4-1 alázat, amit én... Mondjál minél több országot, és akkor úgy tűnik, hogy sok ötlet van. Igen. Azért ez nehéz egyébként, hozzáteszem, ez senkinek nem lett meg ez a Botswana, úgyhogy... Jézus Szent Szűz Mária, mi ez? Első két vibe-om Izland és Feröer-szigetek. Peru volt az első megérzés ezekkel a gyönyörű sárga színű hegyekkel az Andokon belül. Ezek a belőltetők eléggé furcsák. De ezt már elhatároztam korábban, hogy azok alapján nem fogok tippelni. Bahó, micsoda bolardok. Ilyet még nem láttam geogeszerbe. Azokban a bolárdokban nem vagyok biztos, hogy ezeket mi alapján generálta. Oroszországra tippelnék a bolárdok miatt, bármi, hogy AI azért oda rakhatta, akár annak ellenére, hogy Chilébe vagyunk, vagy valami hasonló helyen. Vagy. Mongólia, Kazaksztán. De az nagyon out there.
az a kettő igazából a jobb oldali ilyen sztyeppés, lapos, száraz, alacsony fűes dolgok miatt jutott az eszembe. Kicsit úgy néz ki, mint mondjuk, nem tudom, Dél-Kazaksztán, Almati környékén, esetleg Kirgizisztán is belefér. Én szerintem mondok egy Izlandot. Kinézetre akár Törökország vagy Izland is működte. De szerintem ez inkább, nem, oroszra inkább egy ilyen lapos tájat képzelek az AI-tól, úgyhogy inkább Csillét jelölöm meg. Jelöljük meg Kazaksztán. Úristen, lehet, hogy Mongólia? Mintha mongol balárdokra emlékeztetne, és az Altaj környékén nézhetnek ki így mongol utak. Ez egy nagyon furcsa 50-50, hogy Peru és Mongólia között vacilálok. A bolárdok miatt viszont lehet, hogy muszáj vagyok Mongóliát megrakni, hogyha egy ilyen útképet generált le, úgyhogy legyen Mongólia. Egyébként egy Mongólia az nem lenne a hülyeség. Ti Mongólián gondolkodok. Jó, egy Mongólia az jó lesz erre. Megjelöljük? Megjelöljük. Ennyi. Ennyi. Hogy tetszik itt a Mongólia? Benne van. Uh-huh. Amúgy el tudom képzelni, ilyen hegyeket még nem láttam ott, de maga a táj sík, sehol semmi. Uh-huh. És végre egy Dél-Amerikát is látunk. Kolumbia, Ecuador 50-50. Ezt így leszegezem, ezektől nem fogok elmenni sem erre. Első ránézésre ez a kör Ecuadort nekem így elsőre bevonzott, talán még ott azon a környéken Észak-Peru, amit még el tudnék képzelni, ezzel az út kvalitival inkább Ecuador felé húznék. Egyből ilyen Kolumbia vibe ragadott meg. Brazíliának túl hegyes, azt laposan rajzolná meg. Itt annyira el tudok képzelni egy kocsit, ami jobb oldalon megy és sárga plét van rajta. Vagy esetleg még Peru. De Perut meg szárazabbnak rajzolná meg. Kolumbia, Ecuador, esetleg Peru lehet. Hű voltam az első gondolatomhoz minden egyes körben, valamikor bevárolni valami. Most is az maradok és megyek Kolumbiát. Nyilván lehet még Kolumbia, Peru, amit megpróbált így, viszont nem tudom, hogy az AI először egy ilyen képet generálná Perúról, szerintem ez inkább jellemzőbb, így egy átlag ecuadori körre, úgyhogy én szerintem már most megraknám azt. De szerintem ezek közül a legnagyobb esély az a Kolumbiára van. Úgyhogy azt jelölném meg. Kolofens, legyen Kolumbia. Oké. Mondd már, mi ez az ország, Új-Zéland, egyértelmű. Megrakjuk. Megrakjuk. Ecuador volt. Jó, oké, következő. És akkor most átmegyünk olyan országokra, ahol nincsen hivatalos Google Street View coverage. Viszonylag nagy országokról van szó, tehát nem ilyen, nem tudom, Vatikán vagy ilyesmi. Heavy geogesszek player moment, amikor nem tudja azokat az országokat, még a nevét sem, amiben nincsen coverage. Az a baj jelenleg, hogy még kontinensre sincsen nagyon ötletem. Ez a, nem tudom, cukornátszerű növényzet, ez érdekes, meg valamiért Afrika vibe-on van egy picit. Hú, kicsit kettős érzéseim vannak, mert el tudom ezt képzelni. El tudom képzelni valahol az afrikai kontinensen, akár Kenya környékén mondjuk egy Tanzániát erre a hegyre el tudnék képzelni, ott az a környövényekkel jobb oldalt. Vagy a másik gondolatom akár mondjuk egy Venezuela lett volna. Ugye Kolumbiától, mondjuk az nem minden, hogy tud kinézni, inkább lehet, hogy az afrikai dolgokra térnék át azokkal a fákkal ott jobb oldalt. Viszont hát annak ellenére, hogy az a fa az nagyon afrikai, még a Dél-Amerikán gondolkozok ilyen Venezuela vagy Paraguay. Én nem tudom, hogy erre mit mentem volna alapjáraton. Brazília nem lett volna hülyeség, csak hogy egy Google Street View nélkül. Nem tudom, ez megint úgy néz ki, mint Kolumbia szerintem. Hol vannak hegyek Afrikában? Vannak hegyek a keleti parton, Tanzánia környékén. Ez a sárga fű, ez nagyon afrikai dolgokra emlékeztet, úgyhogy lehet, hogy Tanzániánál leragadok. Jó. Legyen Tanzánia.
Nem tudom. Dél-Kongó, vagy Kongói köztársaság. És mivel hirtelen nem jut eszembe semmilyen afrikai ország, ami nincs a Street View-n, ezért én erre azt mondanám, hogy ez Paraguay. Megjelölöm benne ez vele. Nagyon szép. Majdnem. Említetted amúgy. Nem, sem el, hogy Venezuela. Ja. Itt nem tudom, ez a kerítés bal oldalt, ez szerintem ilyen mondjuk, hasonlít a kolumbiaira. Igen, az jogos, az jogos. Mm. El is hiszem. Egyébként a Central America vibe az megvolt. Csak mivel azt mondtad, hogy nagyobb országok, így ott ezt az El Salvador, Honduras és társaival kiszártam, és Venezuela meg nem jutott eszembe. De jó, jó tetszik. Jó. Pálmafák. Jó, ez jó néz ki. Pálmafák. Itt egy kicsit ilyen észak-afrikai vagy közel-keleti építészet, mert mintha azok házak lennének, és ilyen agyagos akármiből lennének. Hát ez meg ilyen, nem tudom, közel-kelet érzést biztosít nekem. Saudi-Arabia, esetleg egyébként Egyiptom is. Mondjuk Omán, az most egészen jónak tűnik abból a szempontból, hogy lehet, hogy azért raktad be, mert lassan kap Google coverage-ot. Úristen, az összes afrikai ország lehetne. Amúgy egy Szaúd-Arábiát erre egyből megrakok, hát. Szóval most így leredukáltam egy ilyen Szaúd-Arábia-Egyiptom 50-50-re. Legyen Szaúd-Arábia. Egyébként még a másik, hát mondjuk nem, az, szerintem Szaúd-Arábia sokkal szárazabb lenne ennél. Akár erre Tunéziát mondanék, hogyha olyan ország lenne, amin van Street View. Úgyhogy valahol mellette keresnék egy országot. Nem, ilyen Kuba magassága nem lehet. Erre én azt mondanám, hogy ez Marokkó. Valami talán Marokkó, még akár azt el tudnám képzelni a kósz mentén Marokkót. 5 másodperc. Ez megtetszett, de lehet, hogy maradok inkább Ománnál, ha már annak így kicsit kezd közelenni a GeoGuessr-höz. Lehet akár északi afrikai ország is, és szerintem itt fogok mondani egy Egyiptomot. Megjelöljük? Aha, megjelöljük Egyiptomot. Jó! Szép. Az jó. Tényleg. Bár oda azt hittem rajzol legalább egy piramista AI. Igen, amúgy úgy könnyebb lenne, igen. Az meg. Sajnálom. No, és végül van egy bónuszkörünk, ami pedig egy európai főváros. Úgyhogy itt most egy fővárost várunk, íme a kép. Ő ez bármelyik lehetne. Nem, egyáltalán nincs rá ötletem, úgyhogy mondani fog, egy kicsit délebbinek tűnik. Egyértelműen mediterrán hangulaton van. Mindenképp mediterrán érzése van. Az első, ami beugrott, az Atén volt, tehát Atén Görögország. Hát, nekem egyik Olaszország vibe-okat ad. Ebből első tippem Lisszabon lett volna, de nem vagyok benne olyan biztos. Portugál. Jézusom, de melyik a fővárosa? Lisszabon. Portugál és Spanyolország, Olaszország. Lisszabon még talán el tudom képzelni, viszont ott háttérben a házakkal, nem, Atén, nekem ez Atén. Hát az egy mecsetnek a minaretje? Szerintem az egy nagy ilyen tévétorony, vagy nem is tudom. Akkor úgy tekintem, hogy nem az. Hát maradok Rómánál, az volt az első gondolat. Uh-huh. Szerintem az a domb az nem létezik egyik országban sem, és egyik városban sem. Aha, legyen Róma. Irana, ó. Igen, talán túl szép ez a kép, azt hiszem. Igen, nincsenek a riftek ott az égen. Igen. Igen, az ott a háttérben, az csak egy villanyoszlopot pont szembe. Ez szerintem az igen. Aha. Ott meg mintha víz lenne ott, távol. Ja, meg tényleg mintha hegyek lennének a háttérben. Uh-huh, vagy azok nem azok? De szerintem igen. Így nem volt jól Lisszabon. Cége vezettél a tévét, te vannyi, ez a te hibát. Lehet, elfogadom. Na, hát egy jó volt, köszi szépen a részvételt, hogy tetszett?
Nekem nagyon, ez szerintem egy rohadt jó ötlet volt, úgyhogy én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Nagyon tetszett. Na, örülök. Köszönöm szépen a lehetőséget. Vincét megelőztem, vagy nem? Vince... Arra lennék kíváncsi. Vince kettővel többet. Ő eltalálta a Mongóliát, és eltalálta az Ekvádort. Köszönöm a meghívást. Tetszett egyébként. Az nem tetszett, hogy az eseteknek a nem tudom, felében meg volt a nem tudom, két-három országos toszap, aztán meg azt nem. Jáspi dolgokba keres bármikor, ha elérhető vagyok, prima. Na. Egyébként nagyon tetszett. És az utolsó helyet büszkén megadom magamnak. Tök jók voltak szerintem. A nagy részét, azért elkapta az eszenciáját a mesterséges intelligencia. Volt egy-két érdekes kör, az a dimbes-dombos Lettország és a nagyon zöld Botswana, az egy kicsit mellé lőttem ott úgy értem elég rendesen, de szerintem azok alapján, amit láttam, azt az a tippjeim azok teljesen vállalhatóak. Köszönöm szépen a részvételt Krisznek, Vincének, Bazsinak, Fondorlatnak és Petkónak. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, és találkozzunk a következőben. Hello!